Az Alföld festőjének, a szolnoki művésztelep egyik mesterének, a római iskola ösztöndíjasának, Chiovini Ferencnek állít emléket az a kiállítás, mely a templom galériában nyílt a magyar-olasz kulturális év kapcsán. A múlt században élő festő művein főképp az alföldi ember élete, munkája, a vidéki vásárok, ünnepek, a ménesek, szolnoki részletek jelennek meg. Római tanulmányai során hatott rá a freskó festészet is. A kiállítás megnyitójára Chiovini Márta, a művész lánya is ellátogatott. Dübörgött a lába alatt a műterem padlója, amit hátrált és előre rohant, hogy áttekinthesse az alkotást, és nem is tudom, és nem is tudja azt már senki megmondani, hogy melyik nép génjeinek a dinamizmusa hajtotta őt akkor, az olasz vagy a magyar. A festményeket magángyűjteményekből, Szolnokról és a szülőfaluból válogatták össze az EGRI tárlatra. A koncepció az tulajdonképpen az volt, hogy próbáljuk meg bemutatni az életműnek a sokszerűségét, egyrészt időben, másrészt pedig témában, tematikában. A kiállítás június 16-áig látható a Templom Galériában.